szeretettel köszöntöm Önöket. 200 évvel ezelőtt 1823. január 1-én megszületett Petőfi Sándor, január 22-én pedig Kölcsey Ferenc befejezte a himnuszt. A mai adásban a nemzeti újjászületés hajnalának eseményeit elevenítjük fel. Marx Éva utána jár annak, hogy hogyan született meg a modern magyar nemzeti identitás. Bemutatjuk az egyházi népénekeket, amit korábban himnuszként használtak. Kassai Kata a himnusz kéziratának kalandos történetét eleveníti fel. Koltai Bori pedig a Petőfi legendák nyomába ered. Nemzeti öntudatra ébredés, nyelvújítás és a magyar kultúra intézményesített rendszerének kialakítása, ez volt címszavakban a reformkor Magyarországon. De hogyan alakították a magyar identitást az osztrák birodalmon belüli események, és hogyan hatott a magyar nemzetre az európai forradalmak szele? Ennek járt utána kolléganőm, Marx Éva. A Magyar Nemzeti Múzeum emblematikus helyszíne a városnak. Ahogy a nevében is benne van nemzeti, tehát egy közösségre utal, hagyományokat fog össze. De ha nincs nemzeti öntudatra ébredés, talán ez sem válhatott volna jelképté. Nemzeti ébredés kezdetét, magát a nemzeti ébredés tulajdonképpen mint reakciót szokás értelmezni. Második Józsefnek a központosító és németes, és a birodalmat németesíteni kívánó kísérletére. De amikor 1790-ben meghal, akkor mint egy lefolytott palackból törnek elő ezek azok a nemzeti érzések, amik előtte talán nem is voltak. A nemzet fogalmát korábban csak a politikai szereplőkre értették, a vallás tartotta össze a nemzetet. A korszak jelentősége is éppen ebben rejlik, hogy az átlagemberekben is elkezd kialakulni a közösséghez, a nemzethez tartozás érzésének fontossága. De ehhez meg kellett teremteni azokat az alapokat, amelyekbe bele lehetett kapaszkodni. A magyar társadalomnak, a magyarságnak vissza kell találni a saját gyökereihez, magyarságában kell megerősödnie. Ennek a csoporttudatnak a létrehozásában, tartalommal való megtöltésében és elterjesztésében egy teljes közösségben kiemelt szerepe volt a kultúrának. Ők alakították ki és töltötték meg tartalommal azt a közös mi tudatot, ami egy csoport, embereknek egy csoportjából nemzetet alkot. Ez a csoporttudathoz a szimbólumok nagyon erősen hozzátartoznak. Szimbólumokra szükségek van a csoportoknak. Ma már természetes, hogy felcsendülnek ezek a sorok egy sporteseményen vagy egy állami rendezvényen, de nem volt mindig így. A himnusz szövege fokozatosan vált a nemzetünk jelképévé. A magyaroknak először arra kellett ráeszmélniük, hogy van saját történelmük és van mihez visszanyúlni. A reformkor Magyarországon akkor érik be, amikor az identitás megfogalmazódik. Ezen dolgoztak a reformerek, mint például Deák vagy Széchenyi, vagy éppen a nyelvújítók. Így tud egy csapatba tartozni a gyárigazgató, a gyári munkással, a vidéki falusi földműves, az arisztokratával. Ugye ez köt minket össze. Tehát ezek a jelképek ekkor születnek, meg ekkor ismeri ezt fel a nemzet elitje egyébként, hogy ebben milyen hatalmas erő rejlik. Ahogy Európán végig söpörtek a nagy forradalmak, és a magyarok is megpróbáltak egységbe rendeződni, a Habsburg Birodalom más nemzetei is lassan ráeszméltek önállóságukra. A szlovákok, lengyelek és románok is megalkották nemzetük első szimbólumait. Alapvetően a magyarság nemzeti önazonosságra találására adott válaszreakció, és hát nem éppen, hogy úgy fogalmazzunk, azokból a körökből származik, amelyek a közös haza iránt lojalitást tanúsítottak. Említsük például a román nemzeti himnuszt, az 1848 politikai termék és kulturális terméke, egy erdélyi román forradalmár író, költő alkotása, Andrei Muresanu írta meg a román nemzeti himnuszt, ami egyébként egy magyar ellenes élő költemény. Barbár zsarnokokról beszél, ami ugye a magyar urakra utal. Mondjam,
A szlovákok pedig átvették az Azt mondják, nem adnak engem galambomnak kezdetű magyar népies műdalt, amit saját himnuszukként kezeltek. Vendégem Takaró Mihály irodalomtörténész. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye, amiről nagyon szeretnék beszélni a himnuszunkkal kapcsolatban, az, hogy amilyen himnuszokat én ismerek, ott valahogy úgy kezdődik, és az osztrák himnusz is így kezdődött egyébként, igen, a császári himnusz, hogy a Jóisten tartsa meg az uralkodót. Hát a mi himnuszunkban erről aztán szó sincs, a nemzetről van szó benne végig. Így van, hát ennek több oka is van. Az első az, hogy Kölcsey Ferenc komoly, rendszeresen Bibliát olvasó hívő ember volt, és emellett ezekben a napokban, hetekben Zrínyi-szigeti veszedelmét olvasta. Többször is visszatért rá. Később majd meg is látszik ez a versben, hiszen a himnusz alapötlete az a szigeti veszedelem első énekének 14-től 23-ig tartó versében van, ahol a dolog fordítva működik, mintha az Isten lenézne az égből, és látná, hogy ezek a magyarok elfordultak tőle, és elmondja, hogy kihoztam őket Szkítiából, tejjel, mézzel folyó Kánaánt adtam. Visszatér. Így van. Ezt fordítja meg Kölcsey. Nagyon érdekes, hogy a hihetetlen, nagy tudású, panorámos látású Kölcsey Ferenc Tacitus képeket használó Verthadunk csonthalmai győzedelmi énekhez, egyenesen Tacitustól való kép. És ott van Berzsenyi, mint előzmény a magyarokhoz egy, magyarokhoz kettő, különösen a magyarokhoz egy, ez a 8 századnak vérzivatarjai között, ez Kölcsey alcímvel úgy jelenik meg, hogy a magyar nép zivataros századaiból. De ami a leglényegesebb, a vers bibliai alapú és úgynevezett közbenjáró imádság. A világ egyetlen himnusza, amelyik közbenjáró imádság. Ez azért nagyon fontos, mert ha valaki ma elénekli a himnuszt, vagy elmondja a himnuszt, akár akarja, akár nem, akár hiszi, akár nem, akár tudja, akár nem, önkéntelenül és közbenjáró imádságot mond a magyarságért. De akkor itt azt is félre kell tennünk, hogy a himnuszunk szomorú lenne. Mert azért egészen más, ha közbenjáró imádság, akkor az isteni kegyelemről van szó, és nem pedig szánalomról. Igen, én azt gondolom, hogy a himnusz pessimizmusát sokan azzal magyarázzák, hogy várálott most kőhalomt örömröpkedtek, halálhörgés sírólom zajlik már helyetted, és a szabadság nem virul a szóltak véréből, kínzorabcsák könnyeül árványkő szeméből. Tehát amikor a jelenhöz ér Kölcsey, akkor egy teljes értékvesztett állapotot vázol föl. Azonban nem ez a lényeg. A lényeg az, amivel a záró versenben az, hogy szánd meg Isten a magyart kit vészekhányának. Ez a szánalom, ez Kölcsey idejében más jelentésmezőjű szó volt. Megint a bibliai jelentésmezőre szeretnék utalni. A irgalmas samaritánus történetében ez hallatszik, hogy megszánná őt azért szívében, vagyis szánalomra méltónak találta. Ilyen Isten szánalmára méltó nemzedék a magyar, hiszen ott van a vers végén az, hogy megbűnhötte már a nép a múlta csövendőt, ez is bibliai, mégpedig ószövetségi, a zsidó néphez kötődő, Isten kedves esztendeje az 50. amikor kifizetőd, ki kell fizetni minden, el kell engedni minden tartozást. A szánalmat azt ki kell érdemelni, ugye? Így van, a szánalomra méltó, nem mindenki méltó a szánalomra, vagyis egészen más jelentésmező, de talán még egy fontosat hadd mondjak a himnuszról. Kevesen tudják, hogy az első verszak, amit énekelünk is, minden képe bibliai idézet. Mondok egyet, kettőt. Igen, nézzük a bőség képe, Ézsaiás proféta 25. rész 6-tól 10-ig van megírva. Jó kedve bőséggel. Így van. 35. Zsoltár 3. verszak a védőkar szimbóluma. Ézsaiás 54-11 a balsors és szélvész. Ézsaiás 61-2 az Úr kedves esztendeje. Ez a 7x7 utáni 50. év. És hát természetesen a fogság közepeti ígéret, a megbűnhötte már a nép motivuma, amelyik az Ézsaiás 40. rész második versében található. Mert valami nagyon fontosat látni kell a közbenjáró imádságban és a Jeremiádban így együtt. Amiben Kölcsey forradalmian újat hoz az, hogy azt mondja, hogy a bűnt nem megmagyarázni kell, hanem megvallani. És ha ezt megteszed, méltó leszel az Isten szánalmára. Amíg nem volt himnusza a magyar nemzetnek, a különböző egyházi felekezetek saját dalokat énekeltek az ünnepekkor. Ezzel folytatjuk. Magyarországról, édes hazánkról,
ez a himnusz lett, ez az ének lett, kvázi a katolikus magyarságnak a himnusza, arra azt tudnám mondani, hogy egy olyan mély kapcsolatot szólaltat meg, amit ezzel a szóval tudok leginkább visszaadni, hogy bizalom. Ez a bizalom vezette Szent István királyt akkor, amikor örökös nélkül Máriára bízta az országot. A 19. század óta a 90. Genfi Zsoltár az, amit ilyen funkcióban leginkább használnak a reformátusok. Különböző ünnepségeken, templomszenteléskor vagy lelkészszenteléskor akkor is, vagy a különböző történelmi eseményekre való megemlékezéskor is gyakran előkerül. A legkorábbi írásos emlék erről az énekről a 18. század elejéről, 1715-ből való Szoszna Demeter Bencés szerzetesnek az énekes könyvében. És érdekes, hogy ott még más a refrénje az éneknek, amely így hangzik, hogy Magyarországról, Pannoniáról ne felejtkezzél el, árva magyarokról. De 60 évvel később már a Deák Szentes Érekes könyvben a mai változat van. Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Egyébként a Mózes énekeként tartják hagyományosan számon ezt a Zsoltárt, és egy történelmi visszatekintést fogalmaz meg tulajdonképpen, és részben azt hiszem, hogy ez is az, ami alkalmassá teszi ezt a Zsoltárt arra, hogy ilyen alkalmakkor elővegyék. Illetve itt az utolsó verszakban, amit énekeltem, és az előbb itt pedig a jövőre is előre néz, ezzel talán mondjuk a himnusszal is párhuzamba állítható, az is egy történelmi visszatekintés, és egy jövőbe való előre tekintést is ad. Mindig így adták elő? A második világháború idején és még az 50-es évek elején is Magyarországról, romlott hazánkról énekeltek. És ez nem felelt meg az akkori ideológiai elképzeléseknek, úgyhogy ez a könyv, amiből én játszom, 1957-ben kapott engedélyt, és ezt a romlottat nem engedélyezték, hanem Magyarországról szünet, hazánkról ne feledkezzél el. A himnusz előzményeiről volt szó tehát, és azért gyönyörű ez, hogy a múlt nélkül nincsen jövő, azt mondhatjuk. Így van, ezt Kossuth úgy mondja, hogy minden letűnő nemzedék egy lépcsőfok, mert az utána következő magasabbra emelkedik. És ez milyen igaz ez a gondolat? Mert ha megnézzük a himnusz műfaját, amiről beszélgettünk már, és azt, hogy ez egy idő- és értékszembesítő vers, ugyanolyan, ez lesz majd az alapja ezeknek a verseknek, ennek a mintájára fogja megírni Vörös Marti a szózatot, sőt, Petőfi, az Isten csodája című versében is ugyanez van. Az alapötlet Berzsenyi Dánieltől és a klasszicista magyar költőztettől származik, aki azt mondja a Magyarokhoz egyben, hogy romlásnak indult hajdan erős magyar, nem látod-e Árpád vére miként fajul? Vagyis a lényeg az egészben az, hogy romlásnak indult hajdan erős magyar. Ez azt jelenti, hogy hajdan erős volt, jelenleg romlásnak indult. Ez az idő- és értékszembesítés. Ahogyan a himnuszban látni kell, hogy Kölcsey Mátyás koráig a magyar történelem dicső korszakát, nyögte Mátyás Mushadát, vésznek büszke vára. Azután jön a hanyatló korszak, haj de bűneink miatt, gyújt harag kebletben. És aztán elérkezünk a jelenhöz, várálott most kőhalom. Azért lényeges ez, mert ez is teljes mértékben beleillik abba a nagy sorozatba, amelyik az ősiak, a korai magyar himnuszok és Kölcsey himnusza között van, csak hogy Kölcsey egyetemesíti a himnuszunkat.
A másik óriási eredménye az, hogy nincs felekezetiség benne. Kölcsei reformátusként, de művelt, felvilágosult gondolkodóként, komoly hívő emberként a maga bölcsességével fogalmazza meg a himnuszt. Ezért érdekes, és ezért érdemes nekünk ezt ma is énekelni, és mondani, hányszor csak lehet. Ja, nagyon érdekes a története is. Ugye Ferenc József császár 1865-ben, amikor elkezdődnek a kiegyezési tárgyalások, akkor a himnusz hangjaira vonul be a kiegyezési tárgyalásokra, amiben benne van, hogy nyögte Mátyás Búsadát Bécsnek büszke bára, igen. De ez egy gesztus azért a magyar nép felé. Igen, azt hiszem, hogy az a nyitás, ami történik 1867 után az osztrákok részéről, egyrészt ez egy kényszernyitás, hiszen a nemzetközi politikai és külként hadi helyzet megérteti az osztrákokkal, hogy ki kell egyezni a magyarokkal, mert egyébként vége a birodalomnak. Másrészt pedig Ferenc József, bármilyen furcsa lesz most, amit mondok, kiváló ismerője volt a magyar történelmnek és kultúrának. Erről Horthy Miklós, aki Ferenc József utolsó öregkorában szánsegédje volt, mesélt és beszélt az, hogy mennyire meglepődött, hogy például tájékozott volt a magyar festészetben, a magyar irodalomban, ismerte a verszi bárdokat. Néhány sort megtanult belőle magyarul. A verszi bárdokból pedig, hát az bizony róla szól. Tehát ezek a fajta gesztusok, ezek is azt mutatják, ekkor már a Ferenc Jóska, ugye, már nem a véreskező Ferenc József a 48-49-es forradalom vérbefolytója volt, hanem a nép Ferenc Jóskája. Tehát magyarul változik a történelem változásában, és talán egy mondat erejéig hat térjek vissza himnuszban, a himnusz egyetemességét az is mutatja, hogy hiába 200 évvel ezelőtt íródott. Az igazságai kőbe vésett igazságok, vagyis nem fog rajtuk az idő. Miért is? Mert nem csak emberi bölcsesség van bennük. Mint ahogy általában az ilyen nagyköltők összegző verseiben mindig valami másfajta bölcsesség is felfedezhető, ha ők keresztény alapú költők. És most ebből pár elemet megmutattunk. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, a folytatásban Kassai Katához kapcsolunk, aki az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában van. Szia Kata! Több mint 100 éves kallódása után hogyan került elő a himnusz kézirata? Kalandosan, az egyszer biztos. Szia Szilárd! Köszöntöm a nézőket! Hogyan került a himnusz kézirata ide az Országos Széchenyi Könyvtárba? 1944 nyarán hozta be a család csak a himnusznak a kéziratát, ami addig ismeretlen volt. De facto maga a kézirat ismeretlen volt. Ugye a verset azt ismertük természetesen, de a kézirat ismeretlen volt. A háború elől menekítették. Egyenesági leszármazott nem volt, három fiú testvére volt, három öccse volt Kölcsei Ferencnek, és a Sámuel ágán öröklődött a miskolci családhoz, és senki nem tudott róla, hogy létezik, tehát hogy megvan a himnusznak a kézirat. 44 nyarán derült ki, hogy igen, amikor elhelyezték nálunk letétben. És hogyan tudták megállapítani, hogy valóban ez az eredeti kézirat? Milyen Kölcseire jellemző írásjegyek figyelhetők meg rajta? A Nemzeti Könyvtár 1945-öt követően viszonylag sok, nagyon sok Kölcsei kézirathoz hozzájutott, a családtól szintén, amelyeket ide kerültek. Tehát a kéz ismert, ugye, filológusok, irodalomtörténészek, akik foglalkoztak vele, nagy biztonsággal, teljes biztonsággal ismerik fel, mondjuk például a himnusz kéziratának Kölcsei kezét. Égés nyomok láthatók a papíron, amik viszont nem tűztől származnak, hanem mitől? Nem tűztől származik, tintától származik. Ugye még a 20. század elején is voltak olyan gyenge minőségű tinták, bizonyos összetevő reakcióba lépett a papírral, és égési folyamat indult el. Az történt, ugye külön kezelték, tehát a Kölcsei verseknek a korpusza, amit itt őrzünk, különálló lapokon itt őrzünk a kézirattárban, nem sérült. A himnusz kéziratát kiemelhették, valami miatt kiemelték ebből a kézirat csomagból. Paradox módon lehet, hogy azért, hogy különösen megőrizzék, és különösen vigyázzanak rá, ráömlött egy tinta. Milyen különleges körülményeket igényel a kéziratnak a tárolása? Állandó hűvös hőmérséklet, ez 18-20 fokot jelent, 21 fok maximum. Egy bizonyos páratartalmat, tehát állandó páratartalmat,
Ez a két legfontosabb elem, illetve az, hogy nem szabad megvilágítani. Ezért a himnusz kéziratát évente egyszer vesszük elő, ugye, hogy a közönség is láthassa. Mi most ennek az évi egy alkalomnak lehetünk a tanúi, és mi láthatok, és így önök is, kedves nézők, nemzeti himnuszunk kézirata, ugyanis közkincs megszületésének, illetve letisztázásának időpontja a Magyar Kultúra Napja is 1989 óta. Vendégem itt a stúdióban Somogyvári Ákos Erkel Ferenc szépunokája, az Erkel Ferenc Társaság elnöke. Jó estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! No hát az előbb Takaró Mihállyal beszéltünk már arról, hogy itt nem szomorúság van a himnuszban. Mit tud mondani a zenére? Időnként éri az a kritika ezt a zenét, hogy bizony szomorú, nem lehet vidáman énekelni. Több esztendeje teszünk azért, próbálunk tenni azért, hogy megmutassuk Erkelnek az eredeti himnuszek, mert amit nagyjából a másfél-két generáció óta mi ismerünk, a Dohnányi Ernőnek a feldolgozása, egyébként a bejátszóba is, amit háttérben lehetett látni. Erkel Ferenc például azt a nagyon szimbolikus pillanatot, amit egy cintányérral szoktak mutatni, azt sosem írta bele az ő himnusz variációjába, himnusz pályaművébe. Eredetileg ez egy verbunkos zene, eredetileg legfontosabb része a harangjáték, ami az első négy és az utolsó négy ütemben is hát felhangzik, és tulajdonképpen ez pozsonyi tanuló évekre vonatkozik, illetve a Nándorfehérvári diadalra utal vissza. Tehát Erkel egészen másként képzelt el vélhetően, gyorsabb is volt, frissebb is volt, mindenkihez szólt, és ami az énekelhetőséget illeti, sokáig ez durban volt, csak ismeretes, és ezt egy gyakorlatilag a katolikus és az egyéb felekezeteknek a énekes könyvei B-durban jegyezték le az utóbbi 100 évben már többször, és az utóbbi 20-25 évben mi is törekszünk arra, hogy egyébként Lukin László tanárról nagyon szép szava járása szerint közének formájában mindenki számára énekelhetően B-durban is elhangozzék, és hát ez ügyben már több felvétel is született. Na hát ez minden esetre érdekes. Annak idején, amikor volt ez a pályázat, akkor Erkelnek a pályaműve mennyire tért el a többi pályaműtől? Mit tudunk erről? Azt tudjuk, hogy egyöntetű döntés született. A 13 pályamű közül egyöntetűen Erkelét választották az elsőnek. Itt az írás Forgassátok életészen Józanon volt a jeligéje, a Köcsei Vanitatum Vanitas című versből, és további 6 pályaművet dicséretesnek minősítettek. A teljesség igénye nélkül Travnyék János, Elias Márton, Zájler Károly egy-egy próbálkozása volt, amit dicséretre méltattak, és ami még nagyon fontos, és amikor ezzel az egésszel elkezdtem foglalkozni, Egressy Béni Erkellén kívül a másik olyan mű, aminek a szerzőjét is tudjuk. Az összes többi csak jeligés volt, és nem tudjuk a mai napig se beazonosítani, hogy a jelige melyik szerzőt takarta. De Egressynek a műve is egy nagyon jó kis verbunkos zene volt a maga korában. Mit gondol, miért változtattuk meg? Mert ezek szerint megváltoztattuk a himnusznak a zenéjét. Erre azt szokták mondani, hogy a trianoni országvesztésnek a hangulata az nagyon nagy mértékben befolyásolhatta Dohnányi Ernőt, aki egyébként a Felvidékhez számos szála kapcsolódott, és ezt a fajta, egyrészt ezt, másrészt pedig a késő romantikus zenei elvárást, egy nagyobb kaliberű, nagyobb vezetcunggal megszólaló himnuszt alkotott, és sajnos a magyaros elemeket kivette minden munkájából ebből a himnuszból. Köszönöm a beszélgetést! Petőfi Sándor alakját már élete során számos legenda övezte, halála óta pedig ezek a mítoszok még tovább terjedtek. De mikor és hol született, és hogyan és hol halt meg Petőfi? Ennek járt utána Koltai Bori. A történészek többsége szerint Petőfi Sándor 1823. január 1-én itt Kiskörösön, ebben a házban látta meg a napvilágot. De már a költő születése sem volt mentes a mítoszoktól. A pontos dátum és születési hely kapcsán is különböző elméletek keltek szárnyra.
Petőfi Sándor szülei, Petrovics István és Hrúz Mária hogyan kerültek a Duna-Tisza közére és azon belül is ide Kiskörösre? A költő szülei 1821. novemberében érkeztek Kiskörösre, azzal a céllal, hogy a költő édesapja, mint mészáros mester, 3 évre kibérelje a kiskörösi mészárszéket. Ez ugye egy hagyományos felosztású régi parasztház. Pontosan, ez egy zsellérház, és akkor bérelték ki ezt a házat Makovinyi Márton borbélymestertől, amikor már közeledett az idő, hogy gyarapszik a család. Az itt látható berendezéseknek, bútoroknak egy része az eredeti egyébként? Pontosan, itt mögöttem látható az az ágy, amiben Petőfi megszületett, mögöttem az a szekrény, ami szintén a családé volt, illetve itt a tiszta szoba kiállításában kapott még helyet a költő édesapjának ládája is. Milyen rokoni szálak fűzik Önt Petőfi Sándorhoz? Az én szépapám Petrovics János, az unokatestvére volt Petrovics Sándor, azaz Petőfi Sándornak, és a nagyapjuk volt közös, tehát Petrovics Tamás volt az a közös ős, akitől leszármazunk mindén, mint Petőfi Sándor. Itt ezen egyébként jól látható ezen a családfán. Azt ugye látjuk ebből a családfából is, hogy Petőfi Sándornak egyenes ági leszármazottai nincsenek. Nincs. Zoltán fia volt, aki után nem maradt. Hogyha jól tudom, akkor Hrúz Mária ugye tót, szlovák így származású van, volt. A Petrovicságon, ugye a Petrovics név maga is elég beszédes. Igen, a Petrovics az egy délszláv, tehát elvileg szerb származású volt. Igaz, hogy nagyon hamar, még a 17. században felvidékre, hát nyilvánvaló a török elől való menekülés folytán felvidékre kerültek. Otthon magyarul beszéltek. Nyilván az édesapja is tudott szlovákul, tótul, Petőfi is tudott meg, hogy az édesanyja is tudott természetesen, sőt az anyanyelve volt neki a tót, illetve a szlovák, de ilyen erős volt a magyar kultúrának a kohéziója, hogy annyiféle nép, és mégis magyarnak vallották magukat. Ugye Petrovics az Péter fia, Petőfi, tehát hogy, és akkor így lett ő Petőfi. 19. századi Magyarország, és hát ugye a Kárpát-medence egy sok nemzetiségű, sok vallású terület volt. Kiskörös szlovák telepítésű város, 1718-ban a Vattai család telepítette újra a török időkben elpusztult települést, és a szlovák nyelvhasználat az még a századfordulón is nagy fontosságú volt. A költő édesapja viszont mint egy feltörekvő, már a polgárosodás útján elinduló vállalkozó felmérte azt, hogy akkor tud érvényesülni ő maga, illetve majd a családja is, hogyha ugye a magyar nyelvet megfelelő szinten bírják, éppen ezért otthon a családjában ő megkövetelte a magyar nyelvnek a használatát. A születésnek a pontos dátuma és helyszíne kapcsán is ugye viták alakultak ki. Valaki szabadszállás mellett teszi lavóksot, valaki Kiskörös mellett. Kiskunfélegyháza és szabadszállás szállt még ringbe. Talán az lehet az alapja ezeknek a vélekedéseknek, hogy Petőfi ugye a magyar irodalomnak az egyik legnagyobb formátumú költője volt, és hát egy ilyen személyiség szülővárosának lenni az egy óriási megtiszteltetés. A dokumentumok alapján azonban egyértelműsíthetjük a kiskörösi születést. Abban az esetben szerepel ezeken a dokumentumokon más településnél, név, amikor származási hely vagy lakhely szerepel, és hát nyilván erre mindig az aktuális választ írta be Petőfi Sándor. Itt születtem én, ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónoságon. A Szülőföldemen című versét azt alapvetően Kiskunfélegyházáról írta. Igen, Félegyházán írta, és hát a kiskörösieknek nagy szívfájdalma, hogy Kiskörösön nem született vers, illetve Petőfi egyetlen költeményében sem említi, hogy ő kiskörösi születésű lett volna. Én elfogadom a hozzáértőknek, tehát azt, hogy Kiskörösön született tulajdonképpen, bár itt is mondom, azért ott van bennem, hogy ki tudja, lehet a szabadszálláson, csak ugye Kiskörösre mentek a későbbiek során, tehát amikor megkeresztelték. Ne feledjük, azért ő elég kicsi súlya született, és ugye akkoriban igyekeztek minden hamarabb megkereszteni a gyereket, úgymond, mert hogyha meghalod, nehogy pogányként halljon meg. Az egyik elmélet szerint csak a keresztelés miatt siettek át a szülők Kiskörösre, és ugye ezt igyekeztek minél hamarabb megtenni, mert hogy nagyon nagy volt a csecsemő halandóság akkoriban.
Petőfi Sándorról tudjuk, hogy nagyon gyenge gyermek volt, de biztos, hogy itt született Kiskörösön, és a helyi evangélikus templomban keresztelték meg. Erre több bizonyíték is létezik. Ez egy hiteles másolata az evangélikus lelkészségen őrzött anyakönyvről. Latinul íródott, 1823-as évet mutatja ez az oldal, ahol a január hónapban az első keresztelés január 1-én történt, és Alexanderként jegyezték be a keresztelendő gyermeket. Nem volt még polgári anyakönyvezés, úgyhogy ez az oka annak, hogy a keresztelés dátumát fogadjuk el születési dátumként, tehát az 1823. január 1-ét. Petőfi életével kapcsolatban milyen legendák vannak a köztudatban, itt Kiskörösön? Mivel nagyon rövid ideig élt a család itt Kiskörösön, ezért a Petőfi legendárium Kiskörösön azért nem annyira gazdag. Van egy olyan közszájon forgó történet azonban, a születéséhez kapcsolódik természetesen, ez pedig úgy szól, hogy a költő születése éjszakáján, szilveszter éjjelén nagyon hideg volt, hó is esett, és megkondult a harang, és hogy megrepett ez a harang, olyan erővel kezdett kongani. Nyilván ugye ennek lehet egy olyan értelmezése is, hogy ugye ebben az időszakban született meg egy olyan nagy formátumú egyéniség, akinek a világra jöttét ugye egy ilyen legenda is megörökítette. Én láttam a harangot, nincsen megrepedve, de ez egy nagyon szép történet a születéshez kapcsolódva. 1849 tragikus év volt Petőfinek, mint magánembernek is, hiszen ebben az évben meghalt édesanyja és édesapja, illetve egy tragikus fordulatot vettek a 49-es szabadságharc eseményei is. Részt vett a segesvári fehéregyházi csatában. Azt azért tudni kell, hogy Petőfi nem meghalni ment ebbe a csatába. Neki egy 7 hónapos kisfia maradt otthon, akit hátra kellett hagyni, egy fiatal felesége, akivel csak nemrégiben házasodtak össze. Petőfi 1849. július 31-én halt meg a segesvári csatát követő menekülés során. Egyesek szerint viszont orosz fogságba került, és később új életet kezdett. Gyakorlatilag már 1849. július 31-e után megindult a találgatás, hogy mi történt a magyar nemzet legnagyobb költőjével. Fölvetődött az, hogy esetleg nem halt meg az ütközetben, hanem súlyos sebesülten, akár élve is eltemették. Ugye ennek is nagyon komoly legenda anyaga volt. Aztán fölvetődött az, hogy élve megúszta a segesvári ütközetet, túlélte, és hát még évekig bújtosott Magyarországon. Ez ugye azért volt nagyon jó, mert számtalan ilyen álpetőfi járkált az országban. És hát természetesen fölvetődött az is, hogy nem csak hogy túlélte magát az ütközetet, hanem az oroszok fogságába esett, akik elvitték a Nagy Oroszországba, azon belüli Szibériába. Időről időre előjött, főleg első világháborús magyar hadifoglyok kapcsán. Sokan állították azt, hogy találtak olyan sírt, amire rá volt írva, hogy Alekszandr Sztyepánovics Petrovics, Honvéd Ernagy, mert ugye az oroszok nem tudják leírni az ő betűt, vagy találtak eredeti verseket Petőfitől, amelyeket orosz nyelven írt. Ezek mindegyikéről azonban a szisztematikus kutatás kiderítette, hogy hát semmifajta valóság nem áll mögöttük. Ha azt veszük alapul, hogy Petőfi Sándor a magyar szabadság ügyért meghalni képes költő volt, akkor el tudjuk-e azt képzelni, hogy hadifogságba esve hirtelen elkezd orosz nyelven verseket írni, tehát elhagyva az anyanyelvét, az ellenség nyelvén kezd el költeményeket írni, illetve el tudjuk-e azt képzelni, hogy ne adott volna hírt magáról. Az 1970-es évek végén vetődött föl újra ez a verzió. Nem csak lelkes amatőrök adódtak itt, hanem hát volt egy üzletember, Morvai Ferenc is, aki azonnal az ügy mellé állt, és azt mondta, hogy hát akkor ő finanszírozza az ezzel kapcsolatos kutatásokat. Elmentek ásni. Voltak éppen nem tudjuk egyébként, hogy miért pont Barguzint választották. Ilyen tipikus számüzetési helyszín volt. Kaptak ugye az expedíciónak a tagjai ásatási engedélyt. Egyébként nem oda, hová eleve kérték, tehát a temetőnek egy másik felére kapták meg, és hát mit ad Isten, ott is megtalálták Petőfi Sándort. Arról meg utólag a természettudományos kutatások, mind a magyar, mind pedig a Szovjet Tudományos Akadémiának az antropológusai, illetve egyéb szakemberei nagyjából 95-99%-os bizonyossággal megállapították, hogy ez egy női csontváz. A
Krúz és a Petrovicságon a leszármazottak népes tábor a mai napig találkozókat is így tart. Van, így van, így van. Itt van egy ilyen meghívó. Mi Petrovicsok már elég régóta összejövünk, legalábbis az ÜKAPÁM leágazásától kezdve. Többek között, amikor ez a Barguzini lelet is előkerült, akkor is hát voltak viták. Összeült a tanács. Igen, és ez azt hiszem, hogy ez Félegyházán volt, ott komoly vita volt, hasadás volt. Voltak, akik féltek attól, hogy ez a Petőfi kép megváltozik, összeomlik, hogyha kiderül, hát, hogy végül mégis ágyban párnák közt halt meg a költő? Én úgy gondolom, hogy azért Petőfi megítélését az élet műve adja, ne a halála körülménye adja. Tehát az egy plusz dolog. A morvaiék követelték, hogy bontsák fel a Kerepesi úti temetőben a Petőfi családnak a sírboltját, és hát onnan emeljenek ki ugye DNS azonosításra alkalmas mintákat. Itt ugye a fővárosnak, illetve a belügyminisztériumnak lett volna ebben szerepe, de miután az akadémiai bizottság állásfoglalása alapján úgy látták, hogy semmi nem indokolja a Petőfi szülők nyugalmának a megbolygatását, ezért ennek az engedélynek a megadása ez elmaradt. Az én unoka öcsém, ugye ő Petrovics Petővári, tehát ő még fiúágon vitte tovább, tehát tőle is vettek genetikai mintát. Mi úgy voltunk vele, hogy derüljünk, ez igazság. Én azt tudom, akik ott kint voltak, hogy ott is van egy ilyen Petőfi tudat, ott is van egy Petőfi család, úgymond, akik összejárnak. Én nem tudok ebbe igazság, nem is akarok igazságot tenni, mert nem ismerem a tényeket. Most hol vannak a feltételezett csontok? Voltak éppen nem tudjuk, Morvai Ferenc azt állítja, hogy az egész csontváz az ő birtokában, illetve az ő fennhatósága alatt van, és hát ugye néhány éve a Kerepesi úti temetőnek nem a nemzeti sírkert, ezt tartozó részében ezt hangsúlyozni szeretném. Ő vásárolt egy sírhelyet, és arra ráírta, hogy itt nyugszik Petőfi. Volt egy újratemetés, bár én úgy tudom, hogy azért a maradványok közül hagytak letétben bizonyos helyeken, hogy pontosan hol, ezt nem tudom, hogyha ha még valamikor felmerül az, hogy esetleg genetikailag megvizsgálják ezeket a csontokat, és összehasonlítsák Petőfi szüleinek a sírjánál lévő csontokkal, akkor ezt meg lehessen majd tenni. De ezen az újratemetésen egyébként a család egy része képviseltette magát? Igen, ez egy érdekes, igen. Egyrészt ott volt, másrészt nem volt ott, igen. Tehát itt is ez a meghasonlás azért ez így jelen volt. Bennem is egyelőre még az volt, Segesvárnál halt meg, de nem zárom ki a lehetőségét adott esetben, hogy a más történt vele. Előttünk többek között egy orosz nyelvű térkép van, ami a segesvári csatát ábrázolja. Mi történhetett Petőfiben? Mik az utolsó nyomok? A tényleges küzdelem a Segesvártól keletre, illetve Fehéregyházától nyugatra zajlott le. Petőfi effektíve nem vett részt az ütközetben. Pontosabban az ütközet kezdetén előre ment ide az Ördögerdő környékére, de Bem, aki meglátta, azonnal hátra zavarta azzal, hogy Petőfi úr magának itt semmifajta keresni valója nincs. Ugye őrnagyként szolgált. Őrnagyi rangban volt, Bem visszaadta az egyébként soha meg nem erősített őrnagyi rangját, de hát még egyenruhája sem volt, azt éppen néhány nappal korábban Marosvásárhelyen akarta megcsináltatni, de nem bírt a vérével, és eljött Bem utána az ütközetbe, és nagy valószínűségen még kardja sem volt. Amikor bekövetkezett ez a nagy arányú orosz támadás, itt ezen az úton menekült Héjasfalva felé az úgynevezett Buni kaptatón. Na most ugye az oroszok, miután áttörték a magyar védelmi vonalat, részint az úton, részint az út mentén elkezdték üldözni a menekülő magyar honvédeket, és hát iszonyatos mészállást hajtottak végre a körükben. Az biztos, hogy Héjasfalvát már nem érte el, hanem valahol ott a Buni kaptatón kerülhetett az orosz dzsidások vagy az orosz kozákok bekerítésébe, és hát nagy valószínűséggel ott döfték le. Tényleges szemtanúi beszámolunk erről nincs. Ugye aki utoljára látni vélte Petőfit, az ez a bizonyos lengyel József volt, aki visszanézve a lováról úgy látta, hogy ott a Petőfi fut lobogó ingel. Nyilván, hogyha a 19. században megindulhatott volna egy ilyen csatatérfeltárás, akkor lett volna rá valamifajta esély, hogy esetleg megtalálják a csontvázát vagy a maradványait. Sajnos a magyar történelem összes hősi halottját soha nem fogjuk tudni beazonosítani és méltó módon eltemetni. Ez itt mellettem a világ első köztéri Petőfi szobra, amit 1861-ben saját költségükön emeltek Kiskörös polgárai.
Idén Petőfi születésének 200. évfordulóján szintén erre a páratlan életműre emlékezünk. És bár a költő életének és halálának titkait teljesen megismerni talán sosem fogjuk, az igazsághoz évről évre közelebb kerülhetünk. Önök az M5 históriát látták, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Következő adásunkban a kommunizmus velünk élő szellemi örökségéről lesz szó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!